kerítés lesz a Borjó Düllő temetőnél, bivajpörköltöt kaptak a dolgozók, kukorica betakarítás után nőhet az élelmiszerek forgalma. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2020. december 16-án 18 óra 5 perckor. A Borjó Düllő temetőnél elkezdődött a kerítés építése. Erről kérdeztük Koncz Tibor esperest. Anyagi függés van minden esetben, hiszen egy temető nem önfenntartó, pontosabban akkor lehet az, ha egekig emelik a díjakat, de ezt nem szerették volna, így addig az adományokra számíthatnak. Anyagi függvény van minden, függés van minden esetben, hiszen egy temető nem önfenntartó, ezt azért mindenkinek látni kell. Pontosabban úgy lehet önfenntartó, hogyha az egekig emeljük a különböző díjakat, azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy járható út lenne, de a város szerintem nem igazán igényli, hogy még emelgessük fölfele a sírhely árakat, meg a különböző árakat. Így viszont az marad, hogy a meghirdetett gyűjtést tudjuk csak figyelembe venni, ez alapján fogunk a jövőben is tudni fejleszteni. Addig, ameddig nem lesz olyan különleges pályázat, ami nem csak az 5000 fő alatti településekre érvényes, és erre azért van jó reménységünk, hogy a kormány gondolkodásában a kisvárosok is előtérbe kerülnek, hiszen ez a következő lépcsőfok, és ott nagy reménnyel mi ravatalozóra, utakra, illetve kerítésre tudunk majd pályázni. Azt meg is fogjuk tenni. Most viszont valóban az adományok voltak a kiindulási pont. Tavaly hirdettek erre gyűjtést. 1,6 millió forint jött össze. Azt kiegészítették 2,4 millióval, így a temető felét körbe kerítették. Meghirdettük tavaly a gyűjtést. 1 millió 600 valahány ezer forint jött össze, tehát a városból, a gyülekezetünk, illetve a városból ennyit tudott összegyűjteni. Ez egy nagyon szép összeg, 1 millió 600 ezer forint valóban egy komoly összeg. Ennek jelentős részét a gyülekezetünk adta össze, de ez nem kérdés ebben az esetben, hanem az, hogy erre volt szándék. Ebből az 1 millió 600 ezer forintból indultunk el, kiegészítettük egy 400 ezer forinttal, és így a Borjódüllő temetőnek a felét meg tudtuk csinálni. Két kaput tervezünk még, illetve ez a bizonyos rész, amit megcsináltunk, ez azért volt prioritás, mert hát a vadkárok enyhítését szerettük volna ezzel megoldani. Én nagyon bízom benne, hogy ez sikerült is, hiszen olyan minőségű meg kell nézni, olyan kiépítést találtunk ki, ami ellenáll mindenféle külső behatásnak. Tetejére pedig két sorban szöges drótot tetettünk, pont azért, hogy ne lehessen semmi módon megkerülni, és úgy nagyjából a földmunkával együtt olyan 4 millió körül volt ennek a kiépítése. Jövőre is tervezünk, amikor egy kicsit talán visszaerősödhetünk gyűjtést, és szeretnénk befejezni, mondom, a két kapuval együtt, és akkor legalább egy temetünk az első körben méltó módon lenne körbekerítve. Ez 5,7 hektár, tehát ez egy nagy terület, és közben persze azért egyéb dolgaink is vannak. Úgyhogy volt, aki kérdezte, hogy mikor folytatjuk, természetesen mi folytatjuk, ha önök is folytatják a támogatást. Ha látjuk, hogy gyűlik annyi, akkor akár elindíthatjuk azt, hogy ha nem is a teljes temetőt, hanem mondjuk a temető utca felőli részt, tehát el tudunk benne indulni, vagy pedig folytatjuk a elalakot U-alakká formálva a bejárati zónáig. Minden valóban anyagi kérdés elsőrenden, és nem szeretnénk senkit se terhelni, mert hogyha egységesen emelünk, akkor a déli temetőből is kifizettetnénk, ezt meg nem szeretnénk. Ha ez megvalósul, a déli temető 11 hektáros része következhet majd. Remélhetőleg akkora már állami forrásra is lesz pályázati lehetőség. Valóban el szeretnénk jutni a déli temetőhöz is,
ott is szeretnénk, ott az már 11 hektár, tehát az egy lényegesen nagyobb, de nem adjuk föl a szándékunkat, hogy legyen körbekerítve minden. Most aktív módon szolgáló temető, ez 4 temetőt jelent, de a 2 frekventált, a borüdülői, illetve a déli, az a prioritás számunkra. A Kátai Gábor Kórház dolgozói számára több mint 100 adag bivajpörköltet adományozott Medgyessy Gergely, a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. Ügyvezetője, és Márkus István, a Hortobágyi Nagycsárda vezetője, hiszen az ő szakácsaik főzték meg azt, és sütöttek hozzá kovászos kenyeret. A mostani nehéz helyzetben leginkább az egészségügyben dolgozók szorulnak támogatásra, hogy a mostani vírusos helyzet minél hamarabb megoldásra kerüljön, mondta az átadás után Medgyessy Gergely. Egy a Hortobágyon nevelt magyar házi bivaj húsát készítették el a kórház dolgozói számára a Hortobágyi Nagycsárda szakácsai. Most egy nehéz helyzetben azt gondolom, hogy segítségre leginkább az egészségügyben dolgozók szorulnak azok, akik küzdenek azért, hogy a mostani vírusos helyzet minél hamarabb megoldásra kerüljön. Hortobágyról érkeztünk, magyar házi bivajt vágtunk hétfőn, és ennek húsát készítettük el a dolgozók számára. Ide Karcagra a kórházba a Hortobágyi csárda szakácsai voltak, akik elkövették ezt az ételt. Hogy miért gondoltunk erre az adományra? Mert biomódon tartjuk az állatainkat, egészségesek, és ez egyfajta jelkép. Azt gondolom, hogy ilyen állatot fogyasztva az immunrendszer erősebbé tud válni, mi így tudjuk segíteni a dolgozók munkáját, az egészségügyben dolgozók munkáját. Hortobágy térségében több kórház is található. Délelőtt a kollégák a Kenézi kórházat keresték föl Debrecenben, és oda is ugyanebből az ételből is, ugyancsak a Hortobágyi Nagycsárdában készült kenyérből vittünk egy szép adagot az ott dolgozóknak. Ez nem egy egyszeri alkalom, nagyon szeretném, hogyha minél hamarabb megoldódna ez a vírus helyzet, de ettől függetlenül, amíg fönnáll ez a szituáció, és nagyon sok beteget kell kezelni, addig számíthatnak a Hortobágyon élő emberekre, az egészségügyön dolgozók, rendszeresen meg fogunk jelenni, és próbálunk pásztorételeket becsempészni a dolgozói menza közé. Igazából nem is ránk kell gondolniuk, én azt gondolom, hanem arra az élményre, mert biztos járt már mindenki Hortobágyon legalább egyszer. Én azt szoktam mondani, hogy ha az ember jól érzi magát és jó emlékeket tud magában felidézni, az már fél egészség. Úgyhogy itt most nem mi vagyunk a fontosak, hanem az a Hortobágy, amit tud adni jelen pillanatban az egészségügyben dolgozók számára. Az adományt Nagyné László Erzsébet főigazgató, Bődi Szilvia ápolási igazgató és F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő vette át. Nagyon köszönjük ezt az adományt is. A mai napon a Hortobágyi csárda felajánlása kapcsán érkezett hozzánk. Mondhatnám, hogy a vendéglátás szabályait, előírásait a veszélyhelyzetbe betartva, házhoz szállítva, készen főtétel, és hát nem is kevés mennyiségben, és hozzá saját kovászból gyúrt kenyeret sütöttek, és ezt is hozták a dolgozóknak, úgyhogy nagyon gyorsan megyünk és szétosztjuk a most bent lévő állománynak, de úgy gondolom, hogy akik éjszakára jönnek, még őnekik is jutni fog belőle, mert úgy tudom, hogy több mint 100 adag ott kapott az intézményünk, kicsomagolva, mikrózható, tehát tényleg ezt csak fogyasztaniuk kell. Azt hiszem, hogy ettől nagyobb dolog nincs is, amikor tudjuk otthonról is, legalábbis a házi asszonyok, hogy amikor hozzáülnek az asztalhoz a családunk tagjai, hogy a kész már ott van az asztalon, és az a legjobb érzés, amikor már semmit nem kell érte tenni, úgyhogy ezúton is nagyon köszönjük. Sajnos nincs rá idő, konkrétan, hogy az dolgozók egyenek attól a úgymond békebeli időtől, amikor legalább 2 dolgozó le tud ülni és együtt étkezik, és közben egy kicsit tud beszélgetni. Ettől is el kellett már tekinteni, ugye az utóbbi időben egyre több pandémiás
covidos betegünk van, az ő ellátásukat pedig biztosítani, azt hiszem, hogy nem kis kihívás egyik dolgozó számára sem. Kérem, hogy keressenek engem, akár közvetlenül telefonon, de e-mailben a főigazgatói e-mail címen megteszik a felajánlásokat, és mi a válasz e-mailben fogjuk közölni, hogy mikor és hogyan tudjuk átvenni, mert hát tényleg az azért az lenne a legjobb, ugye 0-24 órában dolgoznak a dolgozóink, hogyha minél többen részesülhetnének az adományból, amit általában, amikor hozzák, rögtön oda is adunk. A minap a KNTH fiókja, a karcagi fiókja két szép nagy gyümölcskosarat ajánlott fel kimondottan a COVID részlegen dolgozóknak, úgyhogy ezt is rögtön át tudta adni, még a fiók vezető úr, a királyfőorvos úrnak, mint a COVID intenzív osztályvezetőjének és a sürgősségi betegellátó osztályos főnővérének, mert ő volt bent. Úgyhogy az a lényeg, hogy minél hamarabb célhoz érjenek, úgy gondolom, ezek az adományok, és érezzék a dolgozók, hogy kintről gondolnak rájuk, hogy velünk vannak, és szurkolnak ezzel is segítve, hogy a betegellátásban minél több olyan élményt tudjunk megélni, mind mi, mind a bent lévő betegeink, hogy akár a karácsonyt már otthon tudják tölteni. További adományok is érkeztek. A Kereskedelmi és Hitelbank karcagi fiók vezetője két nagy gyümölcskosarat adott át a COVID intenzív részlegén a sürgősségi betegellátó osztályon. Domján Sándorral, a Kunagro 21 Kft. Főmérnökével egy lábon álló kukoricatábla mellett beszélgettünk arról, hol tart a betakarítás. A város határában a forgatásunk idején még nincs vége a betakarításnak. Ennek egyik oka az időjárás. Hát ez az év az, amikor még nincs vége a betakarításnak. Ennek egyik fő oka az időjárás, viszont fő oka annak is az időjárás, hogy nagyon jó termés van. Az előző években nem kellett szárítani a kukoricát például, vagy a naprafogót, ebbe az évben kell. A szárítókapacitás szűkös, tehát behatárolja, hogy mennyit lehet betakarítani ezekből a termékekből, illetve mi magunk is adunk el nyersen is, tehát maradnak olyan tábláink, amit folyamatosan a szeszgyárakhoz igazítva takarítunk be, de úgy város szinten a szárítókapacitás szabja meg, hogy mennyit tudtak betakarítani a gazdák. Értelemszerűen a szárítóval rendelkezők voltak most előnyben, sajátjukat megcsinálták, majd azóta bérmunkába dolgoznak, és tényleg elmondhatjuk, hogy az elmúlt 10 év legjobb termését tudja most mindenki betakarítani. Az elmúlt 10 év legjobb termését tudják betakarítani. A kukorica 10 tonna körüli hektáronkénti termés átlagot ad, a napraforgó viszont 3 tonnát. A repce nem volt annyira erős, mert a korábbi aszály megviselte. A kukoricába azért ott a 10 tonna körüli termés átlagokat hallom a gazdatársaktól, nálunk is erősebb napraforgóból is jó termések, tehát az a 3 tonnás termések. A repce az nem volt annyira erős, hiszen azt a korábbi aszály már rendesen megviselte meg a száraz tél, mert ugye most már mindenki csak a csapadékos nyárra emlékszik, de az előtte aszályos tavaszra meg télre kevésbé. A mezőgazdász élete ilyen, igazodunk hozzá, ez most jó, hogy ugye soktól azt mondják, nem kell félni, gondot azért okoz ez is, mert az a legnagyobb baj, amikor megtermeljük, és mondjuk tönkre menne, ezt mindenki igyekszik elkerülni. Én úgy gondolom, hogy meg is fogunk felelni ennek a feladatnak, mi is és a gazdatársak is. A KFT is meg fog felelni a feladatnak ugyanúgy, mint a gazdatársak időintervallumban terveik szerint a lekötött szerződéseknek megfelelően az ünnepek előtt befejezik a munkát. Folyik a talajmunka is, abból még januárra maradhat. Terveink szerint és a lekötött szerződéseik szerint azért a ünnepek előtt mi is be fogjuk fejezni. Folyamatosan megy mögöttük a talajmunka is értelemszerűen, abból valamennyi maradhat még januárra. Ami nem optimális, de ez egy ilyen év. A magasabb termésből és az árból kicsit vissza tud forgatni a gazda a tavaszi munkára, amire nem minden évben van lehetősége. Az élelmiszerek forgalma várhatóan decemberben is nő majd a tavalyihoz képest, de az elmúlt években tapasztalt évvégi kiugrás visszafogottabb lesz Karcagon is.
Az ünnepi költekezés mértékét mutatja, hogy a novemberihez képest mennyivel ugrik meg a forgalom decemberben. Tavaly 100 milliárd forint nagyságrendű volt az élelmiszerek forgalmának növekedése az év utolsó hónapjában. Az előző hónaphoz viszonyítva az idén a koronavírus járvány miatt ennek mértéke várhatóan kisebb lesz. Az élelmiszerek és a napi fogyasztási cikkek forgalma az idén is nőtt az előző évekhez képest, és decemberben is várható növekedés, de kisebb, mint a korábbi években. Ugyanakkor, hogy az átlagon belüli földrajzi területekről és üzlettípusoktól függően jelentős eltérések lehetnek. A járványügyi intézkedések miatt várhatóan még többen fognak otthon főzni, sütni, ami valószínűleg tovább növeli számos termék forgalmát, erre több karcagi bolt is készült. Már a koronavírus járvány első hulláma megváltoztatta a vásárlási szokásokat. A vevők ritkábban mentek az üzletekbe, viszont többet költöttek. Ez a tendencia a második hullámban is tapasztalható, az ünnepektől függetlenül igyekeznek a vásárlók ritkábban, de nagyobb értékben vásárolni. A karcagi üzletek a felhalmozó vásárlásokat továbbra is szükségtelennek tartják, mivel minden termékből folyamatos az ellátás. A helyi vezetők úgy tapasztalják, többen vásárolnak helyben, mint az előző években. A vásárlók inkább a karcagi kis üzleteket választják a multicégekkel szemben. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék! Vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot! Viszontlátásra!